Köszöntöm a Nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és azonnal sorolom, hogy mi minden lesz a Kulturális magazinban. A segítségre mindig és mindenhol szükség van, csak észre kell venni. Jótékonysági gála az esélyegyenlőség jegyében. Vendégünk a stúdióban dr. Tálos Marianna, a Mozdulj Közhasznú Egyesület elnöke. Aztán 1947. februárjában bemutatták az Egyesült Államokban az első Polaroid kamerát, és folytatta diadalútját egyre több találmánnyal a fényképezés. Eljutva a jelenkorig, a 21. századig, a drónokig, a szelfiig, és még sorolhatnám. A stúdióban vendégünk a fotoművész Diener Tamás. Aztán villamosmérnök, fizikus, feltaláló, filozófus, és még sok minden más a tudomány és a művészet területén. Röviden, zseni. A név ismerős Tesla, akinek rejtélyes életéről szól a Nikola Tesla Végtelen Energia című szupershow. Ebből mutatunk előzetest, itt lesz Sebestyén Áron, az Artisius és Fonogram díjas zeneszerző, a musical zeneszerzője. Kezdünk! Engedelmeddel, doktornő, és a tegeződés azért, mert elég régen ismerjük egymást, egy idézettel kezdem, és aztán rögtön rátérünk a Mozdulj gálára. Azt mondja, hogy ami összeköt minket, az a tenni akarás és az elszántság. Azt valljuk, hogy a segítségre mindig és mindenhol szükség van, csak észre kell venni. Esélyegyenlőség jegyében ismét Mozdulj gála, a Mozdulj Közhasznú Egyesület szervezésében, és hát észre kell venni a segítségre, ahol szükség van, észre is veszi a Mozdulj Közhasznú Egyesület mindig. És mindig, nem ez az első gála, hanem nagyszerűek voltak, de át is adom a szót, rögtön annyit még, hogy ez a következő gála 29-én lesz, méghozzá a Duna Palotában, 7 órakor. Mit kell tudni erről, és aztán azért még a múltról is kérdezlek. A gála különlegessége most ebben az évben az, hogy 2020-ban egy hatalmas nagy projektre készülünk, hiszen 10. alkalommal fogjuk megkerülni a Balatont augusztus 20-án, illetve augusztus 15 és 20 között látássérültekkel és vakemberekkel, és úgy döntöttünk, hogy a 10. jubileumi biciklitúránkat méltán és méltón szeretnénk megünnepelni, úgyhogy ez az évünk, a Mozdulj egész éve szinte augusztus 20-áig erről fog szólni. Azt gondolom, hogy mindenkinek felejthetetlenné szeretnénk tenni ezt az 5 napot, és ezzel indul ez a gála is, hiszen most kivételesen a jótékonysági rész, de a jótékonysági estünknek a jótékonysági része erről fog szólni, megpróbálunk egy kis összeget gyűjteni ehhez a biciklitúrához. Az idézetnek a vége így szól, hogy a rendezvényeinken közösen és aktívan tudjunk részt venni a fogyatékossággal élő embertársainkkal. Ezt egy picit hozd közelebb, légy szíves, hogy ez az aktívan és együtt, ez hogyan nyilvánul meg a rendezvényeken? Hát az együtt az nagyon fontos, mert nagyon-nagyon sok olyan kezdeményezés van napjainkban, amikor valaki a fogyatékkal élőkért kiáll, és értük tesz valamit, de azt gondolom, hogy a kulcs szó az együtt, mert ha belegondolunk akár a saját életembe is, vagy akár a barátaink életében is, 10 éve, amióta elkezdtük a Mozdulj Közhasznú Egyesület munkáját együtt a családommal és a barátokkal csinálni, arra törekszünk, hogy tényleg jó barátokat szerezzünk a fogyatékkal élő emberek köréből is, hiszen nagyon sokan úgy szocializálódunk, hogy távolról nézzük ezt a társadalmi csoportot, és adunk nekik valamit, hogy könnyebb legyen az életük. Mi meg azt mondjuk, hogy közös élményeket szerezni a legfontosabb dolog a világon, hiszen akár egy közös sport, akár egy közös művészeti tevékenység, vagy akár egy hétköznapi programra való megjelenés is közösen, együtt, olyan élményt szerez nem csak a fogyatékkal élő embereknek, hanem nekünk is, jó magunknak is, minden hétköznapi embernek, amiből ebből a találkozásból tényleg más emberként fogunk az életünk problémáihoz hozzányúlni. Akkor, amit említettél, hogy akár sport, akár másfajta rendezvény, egy mondat még erről a Balaton körüli túráról, nyilván tandem, szóval olyan bicikli, és akkor elölül a masinista. Igen. És akkor a hátsó ülésen pedig ott van a vak vagy látássérült, és akkor megy körbe a Balatonon, hát gondolom nem egy végtében, ez így van.
Körülbelül hányan vettek részt, vagy szoktak részt venni ezen a túrán? Aztán mindjárt jön a művészet. Hát túránként 60 és 80 ember között, de már a tavalyi túránkon 76-an voltunk, ami azt jelenti, hogy 26 tandem bicikli, néhány szóló bicikli, mert természetesen azért sokan csatlakoznak úgy hozzánk, hogy az egyéb feladatokban nagyon sokat segítenek, például a látássérülteknek az elszállásolásánál, körbevinni őket az új területeken, új környezetben, vagy akár az közös étkezésnél segítenek, és ők mondjuk nincsenek olyan fizikai állapotban, hogy tudnának még egy plusz embert vinni, mert ha valaki már ül tandem biciklin, azért azt tudja, hogy az ahhoz nem csak egyensúlyérzék, de sokszor fizikai erőlét is szükséges, és mellette pedig olyan segítők is részt vesznek a szólóbicikliseken kívül, akik mondjuk mozgássérültként nem tudnak biciklizni, de ott szeretnének lenni velünk, és akkor a kísérő autóba beülnek, és az este és a délutáni programokon ott vannak velünk. Ez igen. Doktornő, te jó erőben vagy, mert azért elő szoktál ülni. Igen, szoktam. Hátul kevésbé, bár néha kipróbáltam ezt a részt is, és mindenkinek ajánlom, aki még nem tandemezett, az próbálja ki akár bekötött szemmel is felülni a hátsó ülésre. Egy fantasztikus élmény, amikor úgynevezett kormány nincs a kezedben, és rábízod magad a másikra úgy, hogy látó vagy, de és bekötöd a szemed. De ez fantasztikus felelősség egyébként igen. Másrészt pedig, aki hátul ül, ott pedig feltételezem fantasztikus bizalom. Ez így van. Az most képzeld el, hogy az emberek vagy nem látnak, akik hátul ülnek, vagy csak nagyon keveset, és azért nem minden társ összeszokott. Tehát van olyan, hogy akik aznap, amikor indul a biciklitúra, aznap találkoznak egymással, mennek egy-két próbakört, de azt gondolom, hogy ez az első pár kör azért egy hatalmas nagy bizalmat jelent, és felelősséget egyik, illetve a másik részéről. Ja, egyébként én azt is tudom, és láttam is erről képeket, hogy például síterepen, sípályán is van olyan, hogy még veszélyesebb. Még veszélyesebb, de most már tényleg. Na most tandem, a bicikliket azt gondolom jó szívvel adják, mert nem hiszem, hogy a Közhasznú Egyesület hirtelenjében tud venni 10-20 tandem kerékpárt. A másik pedig, hogy ez a bizonyos, említetted a művészi tevékenység, hát láttam ezt én is, meg voltam én is ilyen gálán, amikor a kerekes székben ülő hölgy egy új, ahogy mondani szokták, épp férfi táncossal mondjuk keringőzik. Szóval azért ez fantasztikus élmény, és fantasztikusan nehéz lehet megcsinálni, nem? Igen. Mert éneklés is van persze. Igen, mert a művészeti produktum maga az a szépség, ahol te nézed a színpadon a kerekesszékes hölgyet és az épp társát, ők egy párost alkotnak, egy fantasztikus összhangban táncolnak, és elfelejtették a nézőből azt, hogy ő most fogyatékkal élő, maga a művészeti színvonal a fontosság ebben a történetben is, és ahogy említetted, vagy említettük, a színpad és a sport is hasonló közeg, hiszen a sport és a művészet segítségével pont ezek a távolságok eltűnnek, hiszen egymással mozognak, egymással táncolnak, egymással énekelnek, és ez a fontos a dologban. És még verset is mondanak. Persze. Nagyon sok tehetséges ember van ám, akár a látássérültek, akár a mozgássérültek, vagy egyéb sérültséggel járó emberek között. Még mondanám azt, hogy nagyon sok olyan autista ember is van, aki fantasztikus verseket ír. És fantasztikusan adja elő a verset, tehát hogy arra a művészeti bemutatásra úgy vállalkozik, mint semmire, mint a hétköznapi dolgokban nem is. Egyébként most, hogyha visszatekintünk a korábbi gálákra, akkor abból kiderül, hogy itt most nem arról van szó, hogy most, amit mondtál, hogy augusztus 20-ára készülünk természetesen, és ennek jegyében zajlanak le az események egész évben, de nyilvánvalóan folyamatos a kapcsolat. Persze. Éppen az esélyegyenlőség miatt, szóval ez nem az, hogy két napig igen, aztán két hónapig nem. Ez így van. Nagyon fontos az, hogy rengeteg barátság is kialakult. Tehát ez a csapat most már azt gondolom, hogy egyrészt nagyon befogadó, mert az új embereket is nagy szeretettel fogadja, és azt gondolom, aki eljön ebbe a csapatba, mindjárt úgy érzi magát, hogy már régóta ismer mindenkit, és tényleg nagyon-nagyon sok emberrel, nem csak az események kapcsán, hanem a hétköznapok során is baráti társaságok alakultak már ezen belül, akik tényleg, és akár én is minden nap tartom velük a kapcsolatot. És hogy lehet bejutni?
Hát nagyon egyszerű. Eljönnek az egyik rendezvényünkre, és akkor onnétól kezdve már ott ragadnak. Na, hát akkor igen. Tehát akkor nincs az, hogy létszám túltengés meg minden, nincs. Hanem akkor nyugodtan lehet menni. Akkor visszatérve a mostanira, mert én azt olvastam róla, hogy az est hangulata a Nagy Gatsby korszakát idézi. Hogyan? Hát farsang van, tehát hát február, azaz a farsangi bálok hangulatát is szeretnénk ebbe bevonzani, és mindig egy kicsit más tematikát viszünk bele, és most a Nagy Gatsby hangulatában szeretnénk a nagy közönséget elhívni, sőt, jelmezverseny is lesz a természetesen egyéb más produkciókon kívül. Nagyon fontos ezen az eseményen, de talán ezt majd te is fogod említeni, nem akarom tőled elvenni a szót, a hétköznapi hősök díja. Igen. Ami azért is fontos, mert ezt most már 7. éve hirdetjük meg, hogy ki legyen ez év mozdulj egyesületnek a hétköznapi hőse. Egy felhívást is tettünk össze a közösségi médiában, hogyha van bárki között olyan ismerős, aki nagyon sokat tesz a fogyatékossággal élő emberekért, az be lehet nevezni, nagyon szépen áll már a szavazás. Azért azt mondom, hogy az Egyesület Facebook oldalán egészen 24-éig lehet szavazni. És a másik, amit még akartam kérdezni, hogy fiatalabbaknak, idősebbeknek, mindenkinek szól ez a gála, és ezt azért mondom, mert hogyha valaki mondjuk éppen a fiatalabbak közül ugrálni és táncolni szeretne, akkor zene is van, még DJ is van. Igen. És nem titok, megmondhatjuk a zenekarnak a nevét is, már csak azért, mert nagyszerű neve van, Shake It Easy. Shake It Easy, igen. Ez van. Körülbelül milyen hosszú a gála? Ez este 7 órakor kezdődik, és remélem, hogy éjfél után 2-ig mindenki ott marad, és akinek így van, és akinek van kedve, tényleg kipróbálhatja igazán az integrált táncokat, hiszen jön egy olyan kombitánc együttes, a Roll Dance, akik mindig a hangulatért a felelősség, igen, és a kerekesszékes táncosaik is felkérik a nagy érdeműt, és igazándiból az a közösségi igen. táncra lehetőség lesz. Hogyha visszagondolunk az elmúlt 4-5, vagy hát ha már a 10-es számot említetted a 10 évre, akkor vajon hogy mozdult meg a társadalom afelé, hogy az akadálymentesítés jobb legyen, akár járdán, utcán, akár épületekben, akár orvosi rendelőkben? Haladtunk valamit ez ügyben? Nagyon sokat, azt gondolom, hogy nagyon sokat. Az elmúlt 10 év az tényleg egy nagy nyitás volt ilyen téren is, hiszen Budapesten is alig volt olyan tömegközlekedési jármű, ami akadálymentes volt. Azért igen. most már a villamosokra, buszokra is akadálymentes feljárat vezet, és ami azért, és nem beszélve azokról az épületekről, ahova hétköznaponként kötelességszerűen kell, hogy járjunk, akár ügyintézni is. Igen. És a másik részről is sokkal többet nyitottak az emberek, hiszen valahogy a fogyatékkal élő emberek maguk is sokkal jobban kimernek tárulkozni, és sokkal jobban járnak olyan közösségi helyekre, ahol nagy szeretettel várják őket. Egyébként nyilván vegyes a társaság, hogy úgy mondjam, mert akár egy látássérült mérnökember, vagy nem sorolom el, meg hát nem ismerem én annyira őket, de akkor ott is van, gondolom, előrelépés, hogy most már, ha valaki, nem tudom, látássérült, vagy netán vak, akkor már nem csak egy call centerbe kap állást. Így van, és ez nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy ha valakinek van munkája, teljesen mindegy, hogy milyen egészségi állapotban van, az élete is sokkal jobb lesz. Mert abban az időszakban, amikor a fogyatékkal élő emberek nagyon nehezen tudtak elhelyezkedni, még más volt azért az életük is, és gondolom mindenki, a nézők is arról hallanak, hogy sok vállalat és sok cég kap azért támogatást is, hogy fogyatékkal élő embereket, vagy megváltozott munkaképességű embereket alkalmaz, ami kétélű dolog, mert lehet, hogy mondjuk egy látássérült emberrel, vagy mozgássérült embernek más a munkatere, mert nehezebben közlekedik, vagy segítségre szorul akkor, amikor a hétköznapi tevékenységét végzi, de ezek az emberek mind tanítanak minket.
és a munkatársaikat is. Sokkal igen. elfogadóbbakká válunk, sokkal toleránsabbakká, és talán jobban értékeljük a saját magunk életét is. Én tapasztalatból is mondom, hiszen mondjuk hát ez egy ilyen szakma, hogy sok-sok emberrel találkozik az ember és készít interjúkat, hogy én annak idején azt tanultam, még kezdőkoromban is, hogy fogyatékkal élőkkel, teljesen mindegy, hogy most milyen fogyatékkal élő, nem szabad gügyögni. Szóval teljesen ugyanúgy kell velük beszélni, mint ahogy egyik ember beszél a másikkal. Jól gondolom én, és én ezt alkalmazom is. Hát abszolút, miért kéne másképp beszélni? Hát ez az. Hiszen ugyanúgy gondolkodik ugyanolyan ember, mint te vagy én. Igen. Én pont azt mondtam, hogy nagyon sok kerekesszékes barátnőm, meg barátnőm is van már, és én amikor beszélgetek velük, vagy együtt vagyok velük, csak arra törekszem, hogy amikor beszélgetünk, akkor próbálok ugyanabba a szint magasságba elhelyezkedni, tehát igen. leülök velük szembe, és onnétól kezdve én nem veszem már észre, hogy ő kerekesszékben ül, és ez a jó, pontosan. És ez a normális dolog. Na végül is akkor, tehát 29-én van a mozdulygál, a Dunapalota 7 óra, hajnal hasadásig, és azt hiszem, legalábbis emlékezetem szerint, hogyha miután jótékonysági gáláról van szó, ezt akár készpénz, kártya, természetben, szóval ugye bármivel lehet támogatni. Akár tombola felajánlással. Na, például. Nagyon fontos, hiszen a tombola az mindig egy fontos etapja az egész estének, és tényleg már nagyon klassz tombola felajánlásokat kaptunk, de az utolsó pillanatig várjuk az apróbb ajándékokat is, hiszen ez is egy mérhetetlen segítség a gála sikeréhez. De és olyannyira a szó jó értelmében köznapja, hogy emlékszem olyan gálára, mikor az egyik kolléga, az egyik munkatársa kezébe vette egy cipős dobozt, és tettek bele pénzt. Igen, igen, mert abszolút, miért ne? Igen, igen. Jó, hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy felhívtuk a figyelmet arra, hogy minél többen segítsenek, és egy, hogy azért nehogy azt így a kedves néző, hogy a Mozdulj Közhasznú Egyesület állásközvetítő, mindent megtesztek, de én legalábbis úgy emlékszem, hogy itt nem arról van szó, hogy állásajánlatokkal vagy kérdésekkel lehet hozzátok nem, menni. A közös élmény, azt igen. gondolom ez a kulcsszó. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen én is. Megmondom őszintén, kedves nézők, hogy Diner Tamással, fotográfussal, fotoművésszel nagyon szeretek beszélgetni, már csak azért is, mert olyan dolgokkal tud előjönni, amiket nem nagyon ismernek, még fotográfus körökben sem. Na, de hát ez nyilván annak is köszönhető és tulajdonítható, hogy hát elég gazdag múlt áll mögötted, egészen onnan kezdve, hogy már mikor iskolába jártál, meg gimibe, akkor is már ott volt egy ilyen fotószakkör, vagy pedig szak, ahol elkezdted, és aztán életedben mostanáig, és még nagyon sokáig gondolom, végig kísér a fényképezés szeretete. Jól mondom én ezt? Nem. Nem. Tudtam. Gyakorlatilag az iskolás időkben, szóval nagyon sokáig engem hihetetlen hidegen hagyott ez a fényképezés. Sőt, volt egy osztálytársam, Víz Mati Péter, igen. Az fotóriporter akart lenni, és én magamban gondoltam, hogy milyen hülye, miért akar fotóriporter lenni, amikor lehetne író, na ja. színművész, vagy stb. És gyakorlatilag egy barátom az, aki engem elkapott torkon, és azt mondta, gyere, tartsd a vakut, és akkor én azt úgy nagyjából ellestem. De azért fotóoptikai szakközépiskoláról az szó. volt, tehát feledés, kérem, hogy a feledés homályába. Igen. Na, szóval és akkor igen. ott én tartottam a vakut, mert ő kitalálta, hogy az a vaku, ami ezen is van, hogy a gép mellől, igen. az csúnya fényeket csinál, és távolról, mintha reflektorok világítanának. És én tartottam, felálltam hosszú zsinórral, és gyönyörű képek sikerültek, és én ott közben ellestem. Akkor mellested. Na most a beszélgetésünk apropója tulajdonképpen az is, hogy 1947-ben, február 21-én az Egyesült Államokban egy Edwin H. Land nevű úr bemutatta az első Polaroid kamerát, és aztán 48-tól már be is került a forgalomba. Csak hogy ide mikor került, csak, hogy ide, az a mikor kérdés, került, mert valószínűleg az biztos, kellett-e arra is várni, vagy biztos, hogy kellett egy kicsit várni. Na de, hogyha valaki
És mindjárt át is adom a szót, utána néz egy kicsit, akkor hát ezt te sokkal jobban tudod, hogy létezett egy Camera Obscura, és állítólag már időszámításunk után 900-ban az arabok ezt megismerték, és aztán a világon meg Európában a 17. században került mindenféle forgalomba, és akkor itt tartunk, ugye, ennél a bizonyos polaroidnál, ami, hát, hogy is mondjam, egyszerűen kattintás, és akkor 60 másodpercen belül ki lehet venni a készképet. Lehet a készképet, és kell egy kicsit lehelgetni néha, hogy jól előjöjjön. Ez egy polaroid kocka. Elmentem Keleti Éva fotoművész kiállítására. Fotoművész, és tényleg ő a nagyasszonya a magyar fotográfiának. Elmentem és lefényképeztem ebben az új kis hát játékgép, hiába Leica, ez egy játék. És gyakorlatilag átnyújtottam neki kellő reverenciával, erre aláírta és visszaadta, úgyhogy nekem most van egy Keleti Éva dedikált fotó, amit én fotóztam, és hát ez a gép tényleg, ez a legesleg egy modernebb. És ilyen kicsike kis kép bújik elő belőle, ami hát hihetetlen, mert semmire se jó igazán. Dili jó, és hogyha megnyomom azt a bizonyos gombot, akkor előjön a kamera, nem akarok belevillantani, úgyhogy villan is, valahol villan megnyomom, tetszett, akkor villan, úgy így, most látszott talán, direkt lefelé villant, és akkor kinyomja a filmet, amit kell egy kicsit lehelgetni, ezezgetni, azozgatni, és ez itt a, itt a mai kor játéka. A mai kor nem játéka. Lehet vele most filmet kapni, csak valahol a határon túl, úgyhogy azért nincs is benne, most elézárom, hogy legalább az elem nem menjen ki belőle. Na de hát akkor ez ugye a 21. század, de hát amikor te a pályádat elkezdted, akkor azért még nem, hogy ilyenek, de digitális gépek sem voltak, hanem akkor hagyományos fényképezőgéppel, akár egy pajtással, akár mivel lehetett fényképezni. Na most én ezt azért mondom, mert az évtizedek során, ugye hát jó pap holtig tanul, ugye azt szokták mondani, de akkor neked is egy állandó tanulási folyamat kellett lezajlódni benned, mert a 70-es években, amikor portrékat fényképeztél, zenészeket, művészeket, azt jól tudom, mert ezt egyszer megbeszéltük, hogy több mint 150, vagy nem tudom mennyi lemezborítót, meg CD borítót fotóztál, akkor ez a fajta tanulási folyamat és átállás mindig a modernebbnél modernebb gépekre, ez hogy zajlott le benned? Nagyon-nagyon keservesen, ugyanis nagyon hadakoztam a digitális dolog ellen, nagyon, mondtam a film, és az Ektachrome, és a Kodachrome, és az Ilford, szóval ezek voltak az én múzsáim, hogy a jazzfotókat, a gyönyörű fekete-fehéreket, hát ezekre csináltam, és akkor egyszer csináltam egy könyvet a magyarországi templomi orgonák. Rozsász Kaliszki Tamás írta a szakszöveget, mint orgonaművész, és én meg mentem körbe az országba hosszú évekig, és ott volt egyszer, hogy nem lehet bevilágítani. Volt egy templom, azt hiszem Szarvason, sötét volt, és nyilván az ablakok nem voltak túlzottan mosogatva. És hát végig kellett exponálnom egy egész tekercs filmet a különböző variációkra, hogy a film, az idő, a blende, és hát vissza kellett menni. És akkor kitalálta a cég, akinek nem szabad biztos mondani a nevét, hogy legyen két ember az év fotográfusa, és hát nagyon megtisztelő volt, hogy a Szipán Marci és én lettem kitalálva, nyilván baráti jó indulat is belejátszott, mert hát hogy emlegethetem én a Marcival egy napon magam. Na, minden esetre akkor kaptunk két gépet. A Marci nem használta, de én használtam, kétszer meg kellett cserélni, mert valami elromlott, fehér egyensúly, ami hát akkor nekem abszolút kínaiul volt, azokkal a betűkkel is. És akkor azt rájöttem, hogy ez milyen hihetetlenül kényelmes. Hát ez az. És aki már tud fényképezni, annak kényelmes. Aki nem tud, itt akasztalak meg, csak azért, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy most már pillanatokon belül millió képet lehet csinálni, és akkor azt hiszik, hogy ők már fotoművészek. Szó sincs róla, mert azért itt más is kell, hogy legyen.
De ha már mondtad, az erőt eszembe, hogy mondtad, hogy a fekete-fehér és a jazz fotók, de én direkt megnéztem itt egy ilyen kimutatást, hogy a világ első színes fényképe 1877-ben készült. 1877, igen. Nyilván a Kodak. Hát azt nem tudom, az elképzelhető, de szóval tényleg itt a daguerrotípiától kezdve eljutottunk odáig, eddig a masináig, amit mutattál, és most már, hát hogy is mondjam csak, hát a selfie ugye az már mindennapos dolog mindenkinél, akár még botvégéről is. Igen. És a másik pedig, hogy drónról, vagy drón segítségével is készülnek fotók, és te is csináltál egy ilyet. Csináltam, mert ez a drón, főleg a feleségem nagyon tetszett neki ez, hogy felszáll a gép, és én féltem, hogy a gép az nem olyan jó, az optika, mert én azért általában teleobjektívvel szeretek portrézni, minél hosszabb teleobjektívvel, igen. Ez is a Marcitól jött, és minél rövidebb objektívvel, tehát nagy látószöggel olyan emberek fényképezhetnek csak, akik más gonoszsággal is képesek. A rendkedvéért csak a Cipál Mártonról van szó. Cipál Márton, aki hát egy hihetetlen igen. Édes ember volt. És féltem, hogy ebbe a drónba valami ótvaros, ócska kis optika van, de nem. És amikor a 75. születésnapomon volt egy kiállítás a Lukácsba, a Szent Lukács galériába, ami régen a kápolnája volt a háború előtt a Lukácsnak, akkor azt mondtam, szálljunk fel, csináljuk meg a Lukácsot felülről, úgy még senki se fényképezte. És az volt a hát a kiállítás plakát, és van. Nagyon sikeres volt, többen kértek ilyen képet, és el kaptak is. Úgyhogy a drón az nagyon helyes dolog, például hihetetlen profin fel lehet szállni egy ház tetejére, és megnézni, melyik téglák vagy cserepek vannak tönkremenve. És ezt meg is csináltuk barátomnak is, saját házunkba is, de hát aztán semmi nincs, mert a cserepet már nem tudja a drón kicserélni. Az igaz. Úgyhogy a drón az egy nagyon jó új dolog. Ez és most már bocsánat, hogy belebeszélek, de most már szabályozzák is, mert azért igen, nagyon sok disznóság igen. Történt drónokkal. Igen, igen. De igen, hát igen, akkor igen. Így nagyon jó dolog, persze, mindenféleképpen. De divatba jött, az nem hajjon. Kérség. Egyébként már az előbb akartam mondani, amikor említetted, hogy a díjak, és egyáltalán, hogy megkaptátok ezt a díjat, akkor én úgy emlékszem, hogy ha azt mondom, hogy Mátyás király udvarában, akkor az is egy díjat jelentett, mert hogy az év legjobb hanglemez fotósa lettél. A ugye? Semmi, de Párizsban. És az a lemezjárnak egy fantasztikus, hát presztízs díj volt, és hát nagyon megnőtt a mellényem a lemezjárban, mert hát az azért nagyon jó volt, hogy egy kép. És akkor még nem műterembe fotóztam, akkor aha. Még a szabad ég alatt, a Jóisten világításával. És hát akkor most a természetfotósok csinálják. Az, igen, igen, de hát itt az volt, hogy egy márványlapra egy barátom festett egy Mátyás király portrét, azt eltörtük és kitettük egy gyönyörű fűbe. Megtaláltam a fűve, azt a fűvet. És akkor bespricceltem vízzel, és akkor azt mindenki le akarta törülni, mert olyan plasztikus volt. Igen. És hát avval nyertünk, és az jó volt végül is. Örülök, hogy a siker. Egyébként nyilvánvalóan tudod, hogy mennyire gazdagodott most ilyen értelemben a fotográfia, hiszen nem is azt mondom, hogy gazdagodott, hogy szakosodott. Szóval tényleg most már van gasztrofotó, amikor gyönyörű szép ételeket, ételkölteményeket fényképeznek. Természetfotózás, azt mondtam. Akkor lakberendezés például, az ott is segít, vagy hát a portré sajtófotó kiállítás is volt nemrégiben, ez is van. Hát aztán a stand is van színházakban mindenhol. Ugye nem ment ez a fotoművészet kárára, hogy szakosodás van, mert azért mindenki mindenhez nem érthet szerintem. Nem. És azt hiszem, hogyha valaki az egyik területről szépen átlavíroz a másik területre, akkor nagyon hamar megtanulja, kitanulja, igen. Rájön, mik a trükkök, mik a világítások. És gyakorlatilag azt hiszem, hogy ez jó. Hát én nem nagyon csinálok riportot, nem nagyon csinálok sajtófotót. Noha csináltál. Hát 100 évvel ezelőtt. De azt hiszem, hogy ez a lakberendezés nagyon tetszett, amíg csináltuk. A gasztrofoton nagyon tetszett, amikor csináltuk. Úgyhogy ezek jó területek, és ezt érdemes csinálni. Még egy dolog, hogy
azt mondták, hát nem tudom, hogy szakemberek vagy nem szakemberek, hogy tulajdonképpen ez a polaroid és a polaroid kép, most nem csak erre gondolok a játéknak tűnő masinával, hanem amikor nagyobb jön ki, hogy állítólag nem annyira jó, mert egy idő után elhalványul. Nem tudom. Azt tudom, hogy az Andy Warhol, amikor a polaroid újdonság volt, hát akkor csinált egy kiállítást csak polaroidokból, és annak nagy sikere volt. Hogy aztán azok elhalványultak-e, vagy elment-e a színük, hát nem tudom, hogy ez a szín, ez mennyire izgalmas. Ez például egész jó. Sajnos ez valószínűleg ez is vaku fénnyel történt. És hát nem tudom, hogy ez el fog-e alványulni, de hát ennek van ellenszere, le kell reprodukálni, és meg lehet bele csinálni egy fantasztikus szép képet. És hogyha már ezt említetted, akkor hát az is hozzátartozik manapság, illetve hát utóbbi időszakban, hogy már nem kell borítékba tenni a fotót, a fényképet, a papír alapút, hanem nyugodtan az internet segítségével lehet küldözgetni ide-oda, megjelenik a képernyőn, stb. Csak hát én saját véleményemet mondom, hogy valaki a legmodernebb géppel csinál, nem tudom, 100 felvételt, 100 képet, és aztán azt vagy soha többé meg nem nézi az egész család, vagy pedig csak egy részét, de azért szerinted valahol él még az a hagyomány, hogy előveszik a papír alapú képeket? Lehet azt azért szeretni. Nem is előveszik, hanem előkerül. Előkerül, igen. Egy kis rendcsinálás, és akkor emlékszel, és akkor ott vannak a papír alapú képek. Sőt, még az is van, hogy a gépen előjönnek régi, és csak nézek, hogy ez is megvan, az is megvan. Ugye? Szóval ezek jó dolgok. A szelfiről muszáj elmondanom, hogy volt egyszer nekem egy nagyon édes nagybácsim, aki Zürichben él, ügyvéd volt, és egyszer kérdezte, hogy mit kérsz, Tomika? Aha. És voltam olyan 13-14, és mondtam, rágógumi. És akkor azt mondta, Tomika, az egy amerikai neveletlenség. Nem küldök. Na most a selfie egy ilyen amerikai neveletlenség, és ez a selfizés, például a múltkor a nem szabad mondani, melyik bevásárló egy boltban, igen. Egy boltban, amiben bevásárolni lehet, ott jött egy ember, akit ismerek régen, és rögtön lefényképezett. És mondtam, te törölt ki. Uh-huh. És akkor azt mondta, jó, de láttam, hogy meg van ütődve, igen. És őt meg van bántva. De hát ne legyen ez, hogy mindenkit állandóan. Ebben én örülök, hogy nincs benne film, mert most téged lefényképeztek volna, de Én nem akarom azzal zárni a beszélgetést, hogy paparazzi, itt vannak a lesi fotósok, meg minden manapság, ma minden ez is előfordul mindenhol, de azt tudom, hogy az igazi profik, és jó néhányat ismerünk, nem jó néhányat, néhányat, inkább így mondom, azok még az utcai fotózásnál és a street fotónál is nagyon sokszor vagy megkérdezik, vagy megkérik, vagy pedig, hogyha titkosan fotóznak le valakit, akkor utólag megmutatják, hogy engedi, erőt ott eszembe, hogy mondtad, és azt hiszem, hogy ez így tisztességes, és nem az, hogy reggel, délben, este bárki, bárhol, bárkit lefényképezhet. Igen, és tényleg az, akit emlegetsz, aki, hát én nekem szabad megmondanom, hogy ő a Salusinski Gyuszi, aki tényleg az igazi nagy street fotós, az mindenkit megkérdez, és oda megy, és ha nem, akkor... Szóval hihetetlen kultúrája lett ennek a street fotónak. Itthon még ez nincs. Ő is Triestbe él, úgyhogy ott úgy látszik ráragadt. De szerencsére, hogyha már említetted, akkor időnként hazajár, és volt szerencsém interjút. Sokszor hazajár, igen. Jó, na hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és már csak azért is, hogyha ez az amerikai úriember, ez az Edwin H. Land kitalálta, akkor érdemes megjegyezni a nevét, mert megérdemli. Akár elhalványul a polaroid kép, akár nem. Egyetértünk? Egyetértünk. Köszönöm. Én is köszönöm. Hogyha egy zeneszerzőtől azt kérdezik, hogy hogyan és milyen zenét szeret, vagy szerez, akkor én azt hiszem, hogy a te esetedben meglehetősen nehéz lehet válaszolni, mert a filmzenétől a jazzen át a
minden, a gyerek film, csatorna, zenéig, mindent az égvilágon szeretsz, és műveled és zeneszerző is vagy, akkor hát ez egyrészt azt mondjuk, hogy sokoldalú, érdeklődő, és mondjuk például azt is hozzáteszem, hogy parfüm, akkor mi jut eszedbe? Hát ez egy jó kérdés. Hát, hát az volt az első olyan igazán nagy hírverést kapott dalunk, még Csemer Boglárkával. Igen. Amiben egyébként az első szimfonikus hangszerelésem is bemutatkozott, tehát az számomra egy ilyen kombináltan nagy mérföldkő volt. A kiadónk, a TomTom kiadó és Dorozsmai Péter nagyon nagy támogatását azóta is egyébként élvezem, mint zeneszerző, és az volt az első ilyen közös munkánk, és hát ez mindig egy jó emlék. Egyébként azért is jutott eszembe, mert ugye mostanában javában megy megint a Keressük Magyarország legjobb dalát, a dal, és akkor hát ott igen, is voltatok. Igen, most aktuálisan is van ott egy dalunk Kozma Katával. Na, hát tessék. És a Nagy Brigi énekli egyébként, úgyhogy azóta is hát benne vagy. Jelen vagyunk, csak hát igen. Na most ez a könnyű bevezetés, de hogy valakiknek eszébe jusson az, hogy Nikola Tesláról musicalt ír, hát szóval ez szóval valami félelmetes, ez mindenféleképpen, mert Tesláról, hát a nézők tudják, hogy más műsorokban, és nyugodtan mondhatom a Hihetetlen magazint, nagyon sokszor beszélünk Tesláról, arról, hogy volt vagy 140 szabadalma, és arról, hogy az energia és minden, fizikus és minden, ami volt, de egy ilyet feldolgozni musicalbe, hát azért ez egy félelmetes nagy vállalkozás. Honnan volt az ötlet, és most nem csak a zenére mondom, hanem egyáltalán, hogy ebből legyen egy musical. Hát ez úgy indult, hogy Vona Tibor, akik fejlesztik ezt a musicalt, ott a vezetője ennek a cégnek, ő volt az ötletgazda egyébként, és nagyon kreatív emberként ő ezt előkészítette ezt az ötletet. Voltak már konkrét jelentek a fejében, és összeült Matuscsák Tamással, aki több könyvet is megjelentetett Tesla életéről. Igen. És ezt a koncepciót aztán megkapta Gresi Zoltán színházi forgatókönyvíró szerző, és ő írt belőle egy forgatókönyvet, amiben mi is bele tudtunk szólni Müller Péterrel, Sziámival, ő írt a dalszövegeket, és egyébként vele ez az első közös munkánk is, és egy nagyon jó találkozás volt, mert több éve már szeretnénk egymással dolgozni, találkozni, stb., és most ez így lehetőséget adott, úgyhogy... Én úgy tudom, hogy valami 19-20 dal van benne, mármint a musicalben. Vagy hát most igen, a közteseket és a közzenéket nem számoljuk. Ha nem számoljuk, akkor 18 dal van, igen. És az összes zenével együtt majdnem 50 zenei megszólalás van, aminek a nagy része a szimfonikus zenekari hangszerelés, és hát ez a nagy szerencse, hogy itt is nagy segítséget kaptunk a TomTom kiadótól, nagyon nyitott volt a produkció, és szerintem egyedülállóan itthon az, hogy minden zenét föl tudtunk élő hangszerekkel venni. Hát, volt fúvósok, vonósok, kórus, minden, úgyhogy nagyon igényes lesz az egész. A másik dolog, és azért csak visszakanyarodok Teslára, mert azért van neki egy nagyszerű élete is, ugye horvát-szerb indulás, és aztán Amerika, de azt nem, nagyon kevesen tudják, hogy például a karrierje, mármint a szakmai karrierje, az jóformán Budapestről indult, mert itt összejött a Puskás Tivadarral, és itt a Puskás Telefontársasággal. Hát ez az a része. De aztán van egy másik része is, mert én azt olvastam, hogy egyrészt volt itt egy nagyon jó barátja, Szigeti, és gondolom, hogy a musicalben is megvan az a szerelmi szál, mivel hogy egy magyar lány is ott a szerelembe beleszólt, ugye? Erről sok pletyka van, tudunk igazából konkrétumot, tehát a történeti szálba azért nyilván bele kellett tennünk olyan dolgokat is, ami a musical műfaj vele rájárója, tehát kellett egy szerelmi szál. Hát, igen. És vannak erre utalások, de konkrétumot nem tudunk, de igen, tehát itt a történet szerint Szigeti Antalnak az unokahúgával létesít egyfajta kapcsolatot, ami aztán nem lesz igazi kapcsolat, csak egy próbálkozás, és végül ő a tudományt választja. Igen. És hát ez így is volt, mert nem nagyon volt neki kapcsolata, tehát lekötötte a fejében lévő labor és a feltalálás. Hát állandóan, szóval ez a fejében lévő, és ezt jó, hogy mondod, mert olvastam Tesláról, és másik műsorban is beszéltünk erről, és Szigetit említetted, és azt hiszem, hogy ez meg is jelent a tájékoztatóban, hogy sétáltak a Városligetben,
És igen, akkor ott eredeti nyelven idézte, Faustból idézett, de nem ezt akarom mind kihozni belőle, hanem állítólag fejből megtanult egy egész regényt, szóval valami olyan fantasztikus agya lehetett, hogy hát sokan azt mondták, hogy földön kívüli, de hát igen, akkor most igen, nem megyünk el a másik olyan képessége irányba is volt, hát állítólag, hogy az elméjében tudott tervezni, igen, tehát nem kellett neki próba gépeket legyártani, hanem ő megtervezte, és a hibákat is ki tudta szűrni fejben, és már úgy tudta papírra vetni, hogy be is indította a fejében ezeket a gépeket. Tehát ez ilyen igen, na most ezt megcsinálni, és ebből most azon kívül, hogy egy musical, rendben van, de oda kellenek táncosok, kell díszlet, kell színpadkép, és hát ha már Tesláról van szó és az elektromosságról, akkor feltételezem, hogy ott aztán minden forog, mozog, keverék minden, igen, igen, és ezt zenével megtámogatni, vagy hogy ezt hogy támogatja meg a zenét, akkor tulajdonképpen erről jutott eszembe, hogy mondtad, hogy menet közben már fejben, neked is nyilván ott volt a hangszabászat, most a Sam Taylor-ra gondolok, hogy a Teslát megzenésíteni, hogy így mondjam. Azért ez nem kis feladat. Ez egy nagy feladat volt, és itt jól jött egyébként a programzenei múlt, tehát a filmzene, a reklámzene, stb., mert abban a műfajban tapasztalja meg egy zeneszerző azt, hogy minden egyes hangnak konkrét szerepe van, például a filmnél, hogy milyen snittet vált, hol milyen hangulatot kell kifejezni. Most itt a musicalnél ez a történet, tehát hogyha egy hang eltér a történettől, vagy éppen egy dal nem stimmel, akkor az nem jó, tehát nem működik. És itt a Teslánál még az is volt a komplikált, hogy olyan korszerű hangzást akartunk kialakítani, egyrészt ami mai popzene, de kombináljuk olyan elektromos hangzásokkal, stb., ami hozza ezt a fajta kicsit science fiction dolgot, hogy a Tesla ugye állandóan árammal kísérletezett. Igen. Ez a látványom is elég dinamikusan meg fog jelenni, és egyébként a Forward Production készítette a kis Jenőjék a műsor termék megjelentést tartalmaz. Igen. Igen. Hát csak hogy elmondjam az alkotókat, ők nagyon ügyesek, és hát hihetetlen látványt varázsolnak a színpadra. Úgyhogy itt igazából az a szerencse, hogy minden alkotó nagyon minőségi munkát végzett. Táncosok? És a táncosok is nagyon jók. Ugye ők a Experience irából, tehát ők nagyon tapasztaltak, Szabó Anikó készíti a koreográfiákat, tehát nagyon mai, divatos és dinamikus dolgok születtek. És akkor hát maradjunk a zenénél. Hogyan jelenítődik meg a zene, mert most már ugye mindenhol ott van a mikroport, meg minden, de valahol élő zene van. Szóval, hát mondott szimfonikus, de akkor ez ott hogy jelenik meg? Igen, tehát itt vannak azért korlátozott színpadi méretek, tehát most például élőzenekart nem tudtunk használni a musical bemutatón. Tehát bocsánat, azt nem mondtuk, hogy a Rankolosseumban lesz a bemutató. Rankolosseumban lesz a bemutató. És ezért úgy döntöttünk, hogy viszont mindent följátszunk, fölveszünk élőzenekarra, mert nagyon sok esetben ma már úgy készülnek ezek az alapok, hogy számítógéppel meg vannak csinálva, és aztán ugye az idő szűke miatt az a zenei anyag. Ezt küldjük egymásnak ide-oda, igen, és akkor igen, a zenét átküldjük a szövegírónak, és akkor gyakorlatilag kész van. De most még úgyis, hogyha mondjuk a szövegíró éppen itthon van, a zeneszerző meg Amerikában, akkor is meg lehet ezt csinálni, nem is találkoznak személyesen. Egyébként ilyen példánk is volt a Péterrel, hogy én Zalába voltam, éppen ott dolgoztam a családnál, karácsonykor, még a dalokon, és akkor küldtem neki Pestre a dalokat, e-mailben, akkor küldte vissza, beszéltünk, tehát hogy ez egy ilyen már ilyen modern munkafolyamat. És akkor ezután, amikor kész vagy a teljes anyaggal, akkor következik az utómunka, több ezer oldal kottát kellett írni a zenészeknek, úgyhogy ez egy kemény falat volt minden szempontból. Hát el is hiszem. De nagyon jól sikerült minden, úgyhogy én elégedett vagyok nagyon. Milyen hangszeren játszol? Én zongorista vagyok, jazz zongora szakot végeztem, úgyhogy én zongorán is hangszerelek, tehát az a fő hangszer. Most eljutott eszembe, hogy itt a technika és a 21. század, hogy küldözgetjük egymásnak ide-oda, de hát akkor gondolom azért nem kell eltemetni, csak úgy, mint a bakelit lemezeket sem, mondjuk az akusztikus és kamara jellegű előadásokat a zenészeknek. És nem csak elektromos gitáron. Ez nagyon fontos, Tehát egyébként is van egy ilyen trend most a filmzenében is, hogy térnek vissza az élő felvételek, nagyon sok filmzene felvétel készül, például Budapesten is nagy zenekarra. Igen. És ezt próbáljuk fenntartani, mert azért annál jobb nincsen, amikor megszólal egy élő zenekar, tehát mindenkinek a
kezén föláll a szőr egy picit, és azt nem lehet annyira még pótolni. De ha már a filmet említetted, a magyar zeneszerzők azért nagyon sok felé, most Hollywoodtól kezdve mindenhol előfordultak híresebbnél híresebbek, amit most nem sorolunk föl, de egy igen, hogy most volt az Oscar-díj kiosztás, és a dél-koreai film kapott szinte minden díjat, csak azt nagyon kevesen tudták, és azt hiszem, hogy csak másnap hozták nyilvánosságra, hogy magyar is van bizony ebben, mert a filmzenében a hangszerelést egy, azt hiszem, Egyesült Államokban élő magyar. Igen, Sapszon Bálint készítette. Ő készítette. Igen. Hát azt hiszem, hogy akkor a magyarok büszkék lehetünk. És abszolút, ezt, hát főleg ezen a területen elég aktívak a magyar zeneszerzők, igen, és egyre jobbak is, és Bálint is évek óta dolgozik külföldön, és hát ez egy nagy siker. Hát, Budapesten készült a filmzene, ráadásul a felvétel, tehát itt magyar zenészek játszották fel, úgyhogy ez egy büszkeség. Na most a másik, mondtad, hogy zongora, és én azt olvastam és hallottam is rólad, nem szeretem az ilyeneket mindig megkérdezni, hogy volt-e példaképet, stb. De te kérdés nélkül azt mondtad, hogy azért nagyon sokat tanultál, vagy nagyon sokat figyelted Presser Picit, Presser Gábort, vagy igen, nem igen. tudom, éppen Lovasi Andrást, de párosok is voltak, a Jamie Winchester, és igen, még igen, egy Rutka Robi, úgyhogy nagyon-nagyon sokfelé érdeklődtél és tájékozódtál, és most ezt találkom olyan kérdezem, ebből, hogy hát idősebb a generáció, és hogy te Presser Gáborra odafigyeltél, akkor nem csak fejben, hanem gyakorlatban is, szóval hogyan lehetett tőle ellesni dolgokat, vagy tanulni, mert ez nem olyan, mint a Zeneakadémián. Hát nem, főleg ebben a stílusban nem működnek ezek a dolgok, tehát nem kottából tanulunk, vagy ilyesmi, hanem fül után. Tehát, hogy nekem a szüleim nagyon sokat hallgatták az LGT dalokat, Presser saját lemezeit, Dés Lászlót, az ő musicaljait, tehát ez a fajta kultúra, ez abszolút jelen volt nálunk otthon, és én folyamatosan ezeket próbáltam megfigyelni, ez egy ilyen érdekes dolog, szóval senki nem mondta, hogy így kell, de elkezdtem leszedegetni, hogy zongorán miket játszanak, mi a stílus, és igazából tőlük szerintem inkább ízlést tudtam ellesni, vagy ilyen az én ehhez való hozzáállásukat, vagy a stílust, az, hogy nyúlnak egy dalhoz, hogy építik föl. Ezeket mind ki lehet elemezni, mint egy regénynél, vagy műnél, hogy hol jön be a cselekmény, stb. Egy dal esetében ugyanerről van szó, hogy mik az arányok, vagy a dallamiság. Én nagyon szeretem a dallamos zenét például, és Presser is, és Dés is ilyen dallamos zenéket írt. És az a szerencsém volt, hogy az utóbbi években Dés Tászlóval nagyon sokat zenélek együtt, mert a zenekarában zongoristaként részt veszek, és tudok vele is egyeztetni ezekről, tehát szoktunk beszélgetni a műzikeljeiről, és akkor ő is próbál segíteni, hogy támogasson ebben. Hát ez mindenféleképpen jó. Egyébként épp a múltkor valamilyen riportban hallottam, és éppen a filmről jut eszembe, hogy a filmzenénél megkérdezték, hogy most, amikor már készen van a film, vagy jelenetek készen vannak, akkor hogy hat egymásra a rendező és az operatőr, illetve a zeneszerző, és akkor olyan vegyes válaszok jöttek, hogy van, amikor megmutatják magát a jelenetet, és akkor ahhoz kell valami zenét kitalálni, de olyan is van, és gondolom tényleg így van, nem én találtam ki, hogy valami nagyszerű ötlete támad a zeneszerzőnek, mert hát a sztorit azt ismeri, és akkor esetleg a rendező alkalmazkodik ahhoz, amit a zeneszerző ajánl. Ez számomra például egy új terület volt, hogy leültem a musicalt megírni, és rájöttem, hogy bizonyos jeleneteket muszáj nekem megálmodni, mert most készül a zene. Tehát azt már nem lehet utána megálmodni, hogyha kimarad a zenei folyamatból. Tehát sok olyan jelenet volt, ahol például én írtam le egy vizuális megjelenítést, hogy én hogy képzelem, hogy ez azért van ez a hang, mert ott majd lesz egy valami, és akkor ezeket mindig elküldtem a produkciónak, és hát egyébként egy nagyon jó munkafolyamat alakult ki a rendezővel, a vizuállal, tehát hogy ezeket így nagyon jól fogadták. Azt jó, hogy mondod, hogy a vizuállal, mert akkor még gondolom azt is elképzelhetik a nézők, mielőtt még elmennek megnézni a darabot, hogy most a szó jó értelmében nem egy hagyományos színpadkép van, hanem tényleg ott a vetítéstől kezdve, azért mondtam az előbb, hogy minden forog, mozog, hogy talán ez is nyugodtan alátámasztja azt, hogy azt mondhatjuk, hogy szuperprodukció. És most nem akarok túlozni. Tehát ez nem ilyen szempontból értendő ez a jelző, hanem ez tényleg egy nagyon összetett show musical lesz, tehát nem egy ilyen garázs musical-szerű dolog a koncepció, hanem hogy kifejezetten nagy táncjelenetek,
nagy fénytechnika, csodás látvány, nagyon jó jelmezek, én már láttam egy-két jelenetet jelmezben is, és elvarázsol teljesen a világa. Tehát inkább filmbeli élmény volt nekem, mint egy musicalt látni, tehát hogy ilyen szempontból is jól összeállt a zenével is a látvány. Hát akkor a Rampolosseumban február 28-án egyesül Las Vegas, Hollywood és természetesen Magyarország is, és mondom, hogy tényleg ez egy olyan vállalkozás az utóbbi időben, nagyon sokféle musical, csupa jó, most nem akarok én semmilyen rangsort felállítani, de ezzel, hát te, mint aki ott vagy, azt hiszem egyetértesz, hogy és most nehogy azt higgye a drága jó néző, hogy most itt halálra dicsérjük, és minden az égvilágon, hogy csak a Rampolosseumban ez a jó, de ekkora vállalkozás azért elég régen volt. Ez ritka, meg hát kell hozzá a produceri háttér, kell hozzá pénz is, ugye, hát tehát nyilván ez a velejárója. És itt igazából ez úgy állt össze, hogy mindenki beletette a maximumot. Mm-hmm. És ez a ritka szerintem itthon, hogy egy alkotó, vagy az alkotók is beleteszik, tehát nem csak addig, ameddig a munka a szerződésük tart, hanem még azon felül is, és a produkció is megad erre mindent. Tehát ez egy ritka helyzet. Nagyon jó. És ezt úgy érzem, hogy ki tudtuk használni ilyen szempontból, tehát minden szempontból a minőséget próbáltuk hozni. Úgyhogy... Szoktál még gyakorolni? Muszáj, igen. Tehát azért, ugye? Igen. Kevés időm jut rá, mert rengeteg ilyen hangszerelői munkám van, de ugye a koncertek előtt muszáj leülni. Hát azért ez olyan, hogyha sporthasonlattal életnék, szóval bemelegíteni kell mindig, igen, és igen. Máshogy nem megy, és egyszer éppen Kocsis Zoltánnal készítettem valamilyen interjút, és megkérdeztem tőle, és természetesen mondta, hogy ő szokott beszélni, hát annélkül ez nem megy. Igen. Jó, hát akkor én azt hiszem előre mondhatom most, hogy nagyon sok sikert, és hát az Artisius és a Fonograndi mellé gondolom, majd még jut neked még ebben az évben, hiszen fiatal vagy. Nem tudom, reméljük aztán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ennyi volt a Nagykörút, a Kulturális Magazin. Legközelebb a szokott időben, egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.